ezúttal tovább fogjuk kutatni azt, hogy mi az, amit ki tudunk deríteni az igazi Izraelről, és meg fogjuk nézni azokat a jól ismert történeteket, amikor a megváltó és Mosé vagy Mózes szintén Egyiptomba kényszerült az ellenségeik elől. Amennyiben valaki nem látta még az előző részeket, én mindenképpen azt javaslom, hogy kezdje el azokkal. Különösen Hám, Shem és Jáfet történetét feldolgozókkal, mivel azok nélkülözhetetlenek lesznek e videó megértéséhez. Azokból ugyanis egyértelműen kiderül, hogy Noa vagy Noé leszármazottai hogyan osztották el maguk között a földet, és azután az ő leszármazottaik merre felé vándoroltak. Mielőtt belekezdenénk a megváltó és Mózes történetébe, nézzük meg egy érdekes jelenetet apostolok cselekedetei 21-es fejezetből, ahol a 37-es vers így szól. És mikor immár a várba akarták bevinni Sault, vagy Pált, mondta az ezredesnek. Pál így szól az ezredeshez. Vajon szabad-e nekem valamit szólanom te hozzá? Azt pedig mondta. Tudsz görögül? Felmerül persze a kérdés, hogy miért is vont a kétségbe az ezredes Saul képességét, hogy tud-e egyáltalán görögül, de ez kiderül a következő versben. Hát nem te vagy az az egyiptomi? Ki e napoknak előtte fellázította és kivitte a pusztába azt a négyezer orgyilkos férfiút? Az egyiptomi az Aigyptios, vagyis egyiptomi görögül. Ez az Aigyptos, vagyis egyiptom szóból ered, ez óegyiptomi tulajdonnév, és a Nílus földje, illetve egyiptom területének a neve görögül. A szótár szerint a szó jelentése ta lelkének háza, ami az óegyiptomi khut ka ta, szóból ered. Ha valakit érdekel, ugyanez derül ki etimonline.com egyiptom bejegyzésbe. Természetesen ez angol nyelvű, úgyhogy itt Egypt szerepel. Ha elindulunk visszafelé a szó eredetén, akkor az Egypte angol szó, majd a francia Egypt, a görög Egyptos, illetve az Amarna Hikupta szón keresztül eljutunk az ó egyiptomi kifejezéshez. Ennek jelentése Ptá lelkének háza, ami Memphis városának az egyik neve volt, a görögök átvették ezt a kifejezést, és egész Egyiptommal azonosították a későbbiekben, így alakult ki a mai Egyiptom szó. Az ország neve anyanyelven viszont Kemet, ami annyit tesz, hogy fekete ország. Ez Wikia és a fandom oldal azon belül, ahol az Egyiptom szónak az etimológiájával foglalkoznak. Ugyanezt fogjuk innen is megtudni. Kemet, ami az egyiptomi neve az országnak, ez fekete földet jelent, és valószínűleg a föld színére utal, ami egy igen termékeny földfajta a Nílus deltában. Az arab neve az országnak Mészr, vagy pedig másr, de a Héber neve ugye Mitzrayim. Arabul a kifejezés két vonalat jelent, ugye utal Egyiptom ketté a fölső és az alsó dinasztiákra. Ezen kívül a szó összefüggésbe hozható a metropolisszal, civilizációval, országgal, de egyébként új, mint egy határföld, szintén használatos. Maga a kifejezés Egyiptom pedig az előbb leírt módon alakult ki. Ezek után térünk vissza a 38-as vershez, ez Apostolok cselekedetei 21-es fejezet. Nézzük meg még egyszer, hát nem te vagy az az egyiptomi? Ki a napoknak előtte fellázította és kivitte a pusztába azt a négyezer orgyilkos férfiú? Több kérdés is felmerült azzal kapcsolatban, hogy vajon miért is kérdezte meg tőle az ezredes, hogy nem te vagy-e az az egyiptomi? Kellett, hogy legyen valami oka, hogy azt feltételezte, hogy Saul egyiptomi. Nyilván úgy nézett ki hiszen nem tudta, hogy beszél görögül, így nem hallotta még beszélni. Görögül semmiképpen. Ez itt már el Viki, ami ahol egy egész bejegyzés található az ősi egyiptomi nép rasszával kapcsolatban, illetve a bőr színével kapcsolatban, ugyanis ez egyáltalán nem olyan egyértelmű, ahogyan azt a legtöbb ember gondolja. Néhány érdekességet olvasnék csak fel, az egyik az, hogy Egyiptom ősi határvonala az pontosan a rák esett, így az ország ugye kívül került a trópusi zóná. Ebből az következik, hogy az egyiptomi nép eredetileg világosabb bőrszínű volt, mint a núbiaiak, ez ugye Etiópia ma, és a fennmaradt műalkotások pontosan ezt bizonyítják az egyiptomiak vöröses barnaként vannak ábrázolva, míg a núbiaiak feketeként. Egyiptom éghajlata egyébként sivatagi, és nagyon szélsőségesen száraz meleg. Ebből is következik, hogy az egyiptomiak nem nézhettek ki úgy, mint ahogyan az európai vagy a kaukázusi nép. Ho, aki egy egyiptom kutató volt 98-ban, így ír. Mivel az egyiptomiak egy őshonos afrikai nép, ezért az eredeti bőrszín valószínűleg olyan volt, mint az ősonos afrikai népeké. Széles skálán mozgott, ugyanúgy, ahogyan a szaharai, illetve a trópusi régiókban élő népek bőrszíne. Elkezdve az algériai berberektől egészen a dél-szudán területén élő népekig. Froment 1991, Nancy C. Laval 1999-ben azt írta, hogy elegendő mennyiségű bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy kijelentessük azt, hogy az egyiptomiak, az a nép, aki eredetileg ezen a területen élt, olyan külső sajátosságokkal rendelkezett, mint azok a népek, akik a Szahara, illetve a trópusi régiókban telepedtek le, illetve éltek. Általánosságában véve pedig Észak, Egyiptom és Núbia mutatja a legnagyobb hasonlóságot a Szahara, illetve a trópusokban élő népcsoportokkal. Ez a térkép nagyszerűen megmutatja időszámításunk előtt 1500 körül az egyiptomi birodalmat, és láthatjuk azt is, hogy miért esik oly sokszor szó erről a területről, az írásokban, illetve hogy miért menekült ide, mind Mosé vagy Mózes, mind pedig a másik. Sőt, ezen a térképen láthatjuk azt is, hogy az a terület, amit ma Izrael egy részének hívunk, ugye azon kívül Szíria, de Khanán, illetve a Sínai Félsziget mind egyiptomi fennhatóság alá esett. Az egyiptomiak egyébként, ahogyan arról már beszéltünk, Kemetnek hívták az országot, vagy Kemutnak, és a Kemet vagy chem szó jelentése fekete. De itt egy újabb bejegyzés, mit is jelent a Kemet? az ősi egyiptomi nyelven, az európaiak megjelenése előtt az egyiptomiak a saját országokat többféleképpen hívták, az egyik ezek közül Kemet volt, és a Kemet ennek jelentése Fekete Föld. Tudjuk azt nyilvánvalóan, hogy Mitzrayim, ami a mai egyiptomnak felel meg, illetve hát az ősi egyiptomnak, vagy ennek a földterületnek, ahol ez az ország elhelyezkedett, Mitzraim kám leszármazottja volt, ugyanúgy, hogy kushpot és Kaná, és ők voltak azok, akik megörökölték azt a földterületet, melyet ma Afrikának nevezünk. Érdekes módon Mitzraim, ugye fekete föld, mint Kemet, a saját nyelvükön, viszont Kus, aki a mai Etiópia területét népesítette be, szintén ezt a nevet kapta, ugyanis Etiópia azt jelenti, hogy fekete vagy égett arcuk. Így, ha visszatérünk apostolok cselekedetei 21-es fejezethez, akkor sokkal jobban érthető az, hogy miért gondolta azt az ezredes, hogy Saul egy egyiptomi. A kérdés természetesen felmerül és teljes joggal, hogy akkor kik ezek a karakterek, akik ma Egyiptomban élnek. Vizsgáljuk meg akkor, hogy hogyan is kerültek ők oda. Ez Encyclopedia Britannica, illetve a britannica.com, ahonnan megtudhatjuk azt, hogy a földterület, melyet Egyiptomnak hívunk, jelentős változásokon esett át az időszámításunk szerinti 7. századtól egészen napjainkig. A kezdete ennek a periódusnak egybeesik az iszlám hódításával, ami 639-től 42-ig tartott, illetve ekkor kezdődött ez Amr ibn al-Az inváziójával indult el. Britannika leírja azt, hogy ez a korszak, mely ugye 639-ben kezdődött, alapvetően megváltoztatta a területnek a kultúráját, ugyanis új nyelvezet, illetve új vallás áramlott be a területekre az arab hódításnak köszönhetően. Ha hozzávesszük azt, hogy ez az új korszak véget vezett a korábbinak, melynek során Egyiptom görög, illetve római fennhatóság alá tartozott, láthatjuk tehát azt, hogy folyamatos változáson esett át ez a terület, és ez nem csak a nyelvezetre, a vallásra, vagy úgy összességében véve a kultúrára volt hatással, hanem minden másra, így az emberekre is. A 639-ben elkezdődött folyamatot egyébként iszlamizációnak, vagy arabizációnak is hívja a britannica.com. Egyiptomban az arab kalifátus idején természetesen megnövekedett az átmenő forgalom, ugyanekkor arab törzseket importáltak az országba, és támogatták ezek letelepedését annak érdekében, hogy növeljék a koncentrációjukat ezeken a területeken. Ezek az emberek, akiket beimportáltak Egyiptomba, óriási problémákat okoztak elsősorban azért, mert nagy számban jelentek meg. Egy érdekesség még az, hogy 884-ben épült meg az addigi legnagyobb moszk vagy mecset Kairóban. Ami nagyszerűen mutatja azt, hogy mintegy 250 évvel később az iszlamizáció folyamata mennyire előre haladott volt. Az iszlamizáció folyamata egyébként ezer körül felgyorsult, és akkorra a többi vallás képviselőinek át kellett erre az iszlámra térnie. Úgy értem, erre, mint a szúni iszlámra, ami Egyiptomban uralkodó volt és uralkodó mind a mai napig. Minden egyéb vallás követése lehetetlenné vált ekkor már a területe. A terület úgynevezett arabizációja, vagyis el arabosítása idézőjelbe. Szintén folyamatban volt, egyrészt ugye a török, szudáni, illetve egyéb arab katonák révén, akik a hadseregben szolgáltak, ezen kívül a már említett módon, amikor is különböző arab törzseket importáltak be az országba, és telepítettek le különböző területeken. Amit ki szeretnék ebből hozni az az, hogy a mai egyiptomiak azért hasonlítanak annyira az arabokra, mert azok. A 7. századtól kezdve egészen napjainkig az iszlamizáció és az ország arabosítása folyamatban van, és ennek az eredménye az, amit ma látunk Egyiptomban és egyébként egész Észak-Afrikában. Röviden, a mai egyiptomiak nem az eredeti egyiptomi nép. Ha belegondolunk Saul idejében, a római birodalom mintegy 200 éve volt hatalomban, és még mindig arról beszéltek, hogy vajon görögül tud-e Saul, illetve görögöknek hívták őket. Annak ellenére, hogy az uralkodó nép már a rómaiak voltak. Ha megnézzük ezt a rövid összefoglalót, láthatjuk azt, hogy a görög birodalom nagyjából az időszámításunk előtt 8. században kezdődött, és időszámításunk előtt 146-ig tartott körülbelül. És a római birodalom az, ami átvette tőlük a stafétát mivel rengetegen imádják az iskolát, ezért megmutatom azt, hogy mivel az iskolai tananyagban a görög gyarmatosítás időszámításunk előtt 8. illetve a 7. században kezdődött, ekkora vált ugyanis a túlnépesedés, illetve az eladósodás akkora problémává, hogy valami tennie kellett a birodalomnak ezügyben. Az élesebb beszűeknek feltűnhetett, hogy valamilyen oknál fogva ez a föld terület, amely az Eufrátes és a Nílus között terül el, a történelem során állandóan probléma és háborúskodás forrása volt. Saul idejében, illetve a másiák idejében két birodalom találkozása volt, majd, hogy nem a görög, illetve a római. Ha ehhez hozzáadjuk, az őket körülvevő népeket, illetve magát a jahudím, vagy izraelit a kultúrát, akkor talán jobban meg tudjuk érteni azt, hogy Saul írásai miért okoznak annyi problémát az embereknek. Hiszen neki magának is meg kellett küzdenie ezzel a sokrétű kultúrával. Azt szerettem volna egyébként ezzel bemutatni, hogy ebben az időben még nem indult meg az a folyamat, amit az iszlamizációról vagy pedig az arabizációról az előbb bemutattam, és a római birodalom is viszonylag gyermekcipőben járt. Tehát az egyiptomi kultúra, illetve az egyiptomi nép is sokkal közelebb állt az eredetihez, úgymond. Azért gondolta az ezredes, hogy Saul egyiptomi, mert úgy nézett ki, mint az egyiptomia. De nézzük meg, hogy hogyan is ábrázolták önmagukat az egyiptomia. Ezen az ábrán baloldalt láthatjuk az egyiptomi karaktert az ő saját ábrázolásuk szerint, míg középen a mai európai embert és jobb szélen azokat a népcsoportokat, akik egyiptomtól délre, illetve a szaharai és a trópusi régiókban helyezkedtek el. Itt van ugyanez a rajz egyébként egy kicsit kopottabb állapotban. Baloldalt látható itt az afrikai, középen az egyiptomi, illetve jobboldalt az arab és azután az európai. Még egyszer ugyanennek egy verziója. Egyértelmű különbség látható tehát az egyiptomi, az európai, illetve az afrikai népek között. Pontosan tudták azt, hogy mi is ez a különbség, és hogyan kell azt ábrázolni. Ebből a rövid összefoglalóból azt tudhatjuk meg, hogy Hérodotosz idejében az emberiséget nem bőrszín, hanem a területek alapján osztották fel, így Európa, Ázsia, illetve Líbia, vagy Afrika volt a három fő vonal. Láthatjuk azt is, hogy az egyiptomiak feketék voltak, fekete bőrűek, illetve gyapjas hajóak, ez Hérodotosz 2. 104-ből derül ki. 75 évvel azután látogatott az országba, hogy a perzsák átvették az uralmat, de még az előtt, hogy a görögök, a rómaiak vagy az arabok beérkeztek volna ebbe az országba. Itt egy együttomű uralkodót láthatunk, ahogy a lovas szekerén vadászik valószínűleg, ugye a jellegzetes fejdísz, a kobrával fölötte a nap, illetve az ang keresztek, a színe pedig megegyezik a lónak a színével. Ez pedig egy egyiptomi királynőt ábrázol időszámításunk előtt 1350-ből. Ez a dombormi is nagyszerűen mutatja azt a vöröses-barna bőrszint, amiről korábban számos alkalommal beszéltünk már. És valami hasonló látható ezen az ábrázoláson is. Ez szintén egy egyiptomi karakter a jellegzetes fejviselettel, ez egy egyiptomi falfestmény, ahol szintén nagyszerűen látszanak a különböző árnyalatai a különböző népcsoportoknak, míg ugye az uralkodó egyértelműen vöröses-barnás színű. Szintén falfestmény egyiptomból, mint ahogyan ez is az. Itt Ozirisz látható egy egyiptomival. Itt valószínűleg valamiféle vására igyekeznek az emberek az állatokkal. Egy újabb falfestmény. Ez pedig már a Nemzeti Múzeum plakátja Liverpoolba. Ez egy múzeumi kiállítás Lesterből, az ősi Egyiptomról. Egy homályos a felvétel szintén ugyanonnan. Egy újabb falrajz. Nagyszerűen látszik ezen a képen is az, hogy tudták, hogyan kell a különböző árnyalatokat megalkotni. Ennek ellenére az ember színe a sötét-barna volt. Ezek itt mind egyiptomi művészet ábrázolásai, bal felső sarokban láthatjuk Nebamun sírkápolnáját, ahol az emberek szintén barnaként jelennek meg, ugye, ahogy hogy az összes többi képen majd, hogy nem kivétel nélkül. Remélem most már érthető az, hogy az ezredes azért tudta összekeverni Sault az egyiptomival, hiszen Saul úgy nézett ki, mint egy egyiptomi. Ahogy minden más nép, az európai pontosan tudta, hogy hogyan kell saját magát ábrázolni. Ezért jelennek meg az európai műalkotásokon úgy az emberek, ahogyan, mint ahogy ez látszik ezen a képen is. A történelem során az emberek mindig is tudták, hogy hogyan kell kifejezni azt, amit szeretnének a művészet segítségével. Bár bizonyos technikák primitívebbnek vagy egyszerűbbnek tűnhetnek, azonban a lényeg az, hogy amit a művész vagy az alkotó ki szeretett volna fejezni, azt mindig meg tudta tenni. Az egy ostoba álláspont, hogy csak azért néznek ki úgy azok a karakterek, mert nem tudták másként kifejezni azt, amit akartak. Ha más akartak volna kifejezni, másképp tették volna azt meg. De ha már itt tartunk, akkor felmerül egy másik kérdés ezekkel a képekkel kapcsolatban, az pedig az, hogy akkor kik ezek a karakterek, akiket láthatunk a képeken, és vajon az alkotók miért így ábrázolták őket, ahogyan? Ugyanis ez itt például egyértelműen Jahúsák ha másiák a kereszten. Mózes története sem második Mózes második fejezetben kezdődik, ami így indul. És elméne egy Lévi nemzetségéből való férfiú és Lévi lányt vőn feleségül, fogad a mélyében az asszony és fiat szüle, és látá, hogy szép, és rejtegeti három hónapig. De mikor tovább nem rejtegetheti, szerze annak egy gyékény ládácskát, bekeni az gyantával, szurokkal, s beletevé a gyermeket, és letevé a folyóvíz szélén a sás közé. Az ő ninnye pedig megáll a távolról, hogy megtudja, mi történik vele. Ötös verszak így folytatódik, és alá menne a fáraó lánya, hogy megfürödjék a folyóvízben, szolgáló lányai pedig járkálnak vala a víz partján, és meglátta a ládácskát a sás között, és elküldi az ő szolgáló lányát, és kihozatá azt. És kinyitá, és láta a gyermeket, és íme egy síró fiú, és könyörül -e rajta, és monda, a héberek gyermekei közül való ez. Hetesvens az ő nénye pedig mondta a fáraó lányának, elmenjek-e, s -e egy szoptatós asszonyt a héber asszonyok közül, hogy szoptassa neked a gyermeket. Fáraó lánya monda neki, el, Elméne azért a leányzó, és elhívá a gyermek anyját, és mondja neki a fáraó lánya, vidd el ezt a gyermeket, is szoptast fel nekem, és én megadom a te jutalmadat. És vevi az asszony a gyermeket, és szoptatá azt. Tízes vers, és felnevekedik a gyermek, és vivé a fáraó lányához, és fia gyanánt lő annak, és nevezé nevét Mósének, vagy Mózesnek, és mondá, mert vízből húztam ki őt. Ha visszamegyünk a hatos vershez, akkor látjuk azt, hogy valahonnan mégiscsak tudta a fáraó lánya, hogy ez a héberek gyermekei közül való, viszont ha visszamegyünk, és megnézzük József, vagy József történetét, akkor láthatjuk azt, ez ugye egy Mózes bárasít 42-es fejezet az ötös verstől, hogy őt nem ismerték fel a testvérei, hiszen úgy nézett ki, mint az egyiptomia. Elmenének tehát a Israel fiai Gabonát venni, az odamenőkkel együtt, mert éjség valak Hanán földén, ugye Egyiptomba tartanak. Jahuszef pedig az ország kormányzója vala, és ő árulja vala a Gabonát a föld minden népének. Eljutának azért Jahuszef bátyai és arccal a földre borulnak előtte. Amint meglátja Jahuszef az ő bátyait, megismeri őket, de idegennek mutatá magát hozzájuk, és kemény beszédekkel szól a nekik, mondván. Honnan jöttetek? Azok pedig mondának, a Kanán földéről jöttünk eleséget venni. Megismeri pedig Jahuszaf az ő bátyjait, de azok nem ismerik meg őt. Néhány dolgot szerintem azért érdemes itt megjegyezni. Az világos kell, hogy legyen mindenki számára, hogy ezek az emberek nem lehettek fehérek. Ezt megtárgyaltuk már az eddigi részekben. Az egyiptomiak semmiképpen, még hogyha valaki azt is gondolja, hogy esetleg a semiták még mindig fehér. Azonban, ha fehérek voltak, oda jön a családja. Ő az egyetlen fehér a környéken, hiszen az összes többi ember egyiptomi. Akkor hogy, hogy nem tűnt fel nekik, hogy mit keresett ez az ember? Hiszen azért csak a testvérük volt valamennyire hasonlítani kellett hozzájuk. Azonban nem ismerték fel, hiszen úgy nézett ki, mint az összes többi ember, vagy legalábbis hasonlóan. Megtudtuk, hogy úgy is öltözött, olyan frizurát viselt, így beolvadt abba a környezetbe. Neki viszont azonnal feltűnt, hogy azok a testvérei, hiszen tudta, hogy honnan jöttek, látta az öltözetüket, látta az, hogy ez egy másfajta kultúra, és így felismerte őket. Pontosan ez az, amiért a Malák Jehua azt tanácsolja Jahuszefnek, hogy fogja a gyermeket, ha másjákot, és meneküljenek el Egyiptomba, hiszen Herodes halára fogja keresni azt a gyermeket. Ugyanúgy, ahogy József vagy Jahuszef, azután pedig Mosé, ugyanúgy Jahusán ha is Egyiptomba ment, hiszen ott egyszerű volt számára elvegyülni, ugyanis ugyanúgy nézett ki, mint azok az emberek, vagy legalábbis hasonlóan. Még egy dolgot megmutatnék ezzel kapcsolatban, ez pedig apostolok cselekedetei 13, és az első vers így szól. Valának pedig Antiókiában az ott levő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon kihivattatik Nigernek és a Cirénei Lucius és Manen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus. Innen megtudjuk azt, hogy Simeon, aki egyébként ugye izraelita volt, és Szümeon a név, de egyébként Simeon egy héber eredetű tulajdonnév, mely meghallgatást jelent, másik neve Niger volt. Ez pedig latin eredetű tulajdonnév, melynek jelentése fekete. Hát, hogyha mindenki úgy nézett ki, mint hófehérke, akkor vajon miért hívták Simeont feketének ezek az emberek? Azért, mert ugyanúgy, ahogy Jahuszef, vagy Mosé, vagy Jahusa Hamásiák, vagy Saul, Simeon is, mai szóhasználattal élve, színesbőrű volt. Ezzel kapcsolatban még hagy mutassam meg Sojo.net, ami Sojourners, rövidítve, és a feketék tiszteletére február, ugye fekete történelmi hónap, ennek kapcsán írtak az úgynevezett színesbőrűekkel kapcsolatban, hogy hogyan is jelennek meg az írásokban. És itt azt olvashatjuk, hogy dám Héberül azt jelenti, hogy fekete, vagy pedig vöröses-barna úgy, mint a talaj, illetve sötétbőrű. Erről természetesen szó volt már a sorozat korábbi részében, csak azt akartam mutatni, hogy más is eljut erre a következtetése, hiszen ez az, ami le van írva a következő, amiről írnak, az az, hogy a héberek szintén házasodtak, illetve nemzettek gyermekeket az úgynevezett afrikaiakkal vagy a feketékkel említi többek közt Ábrahámot, akinek Hágártól, illetve Kethurától is volt gyermeke. Hágár pedig tudjuk, hogy egyiptomi volt. De ha esetleg valaki nem tudja, akkor egy Mózes Bárasi 16 első fejezet ezt leírja, Szárai Ábrám felesége nem szüle neki, de vala neki egy Egyiptomból vagy Mészreimból való szolgálója, kinek neve Hagar. És mivel egyiptomi volt, tehát tudjuk, hogy Hám leszármazotta, azaz afrikai, így fekete kellett, hogy legyen. Ez a metszet egyébként azt ábrázolja, amikor az asszíriaiak elviszik az izraelitákat a fogságba, és szerintem ebből is nagyszerűen látszik az, hogy milyen külső sajátosságokkal rendelkeztek az izraeliták akik figyelemben kísérték a korábbi részeket, azok számára szerintem világos kell legyen az, hogy mint minden mást a világon, Elohim kiválasztott népének identitását is homály fedi. Azonban, ha valaki meg akarja találni az igazságot, azt mindig el fogja vezetni oda Jehua. Amennyiben tudja, hogy mi képesek leszünk azt elfogadni, és el akarjuk fogadni. Remélem, hogy ez a sorozat hozzájárul ahhoz, hogy erről a témáról sokak számára lekerüljön ez a homály. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2 csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat hallelujah és shalom!